Sziasztok, szép vasárnapot mindenkinek! Nem tudom, hogy ti itt terveztek most vasárnap estére, mi színházba megyünk, úgyhogy én miközben ezt a videót készítem, útban vagyok az Átriumba. Megnézzük az Őrült nők ketrecét. Nem tudom, hogy ti láttátok-e már, ha igen, írjátok meg, hogy mennyire találtátok jónak vagy rossznak, mit ajánlotok. Azért csinálom most ezt a videót, mert az elmúlt héten nagyot ment a kormány médiában az a hír, miszerint én Hamburgból hivatok be Soros zsoldosokat, akiknek az a feladatuk, mert ebben képzettek, hogy lángba borítsák a város és mindenféle ribilliót keltsenek erőszakos cselekedetekkel, és hogy ha én ezt megteszem, mint hogy erre készülök, ezt mondta a kormány média, akkor Budapest lángokban fog állni szombat estére. Ez a hír, ez bejárta a teljes magyar kormány sajtó vertikumot. Közmédia, TV2, Riposzt, Origo és így tovább rengetegen írtak erről a hírről. És hogy ez mennyire nem egyébként csak a kormány média berkeiben terjengő őrület, arra legyen bizonyíték, hogy tegnap Kőbányán dolgoztunk délelőtt, és amikor jöttem a villamossal befel a városba, odalépett hozzám egy hölgy, és megkérdezte tőlem, pontosabban azt mondta nekem, hogy elmondta az ő helyzetét, hogy ő keményen dolgozik, és hogy nagyon sok adót fizet, és nem azért fizeti az adót, hogy az abból épült szép városunkat én tönkreteim, és nagyon kérjük, hogy legyek észnél. És hiába mondta azt neki, hogy én észnél vagyok, és semmifajta ilyen szándékom nincs. A hölgynek meggyőződése volt, hiszen látta a tévében, látta az újságban, hogy én arra készülök, hogy lángba borítsam a várost. Szóval az a kérdés ezek után, hogy tegnap este hogy nem lángolt a város, miközben ezt írta az Origótól, a Riposzton keresztül az összes kormány médiai mindegyik. Úgy, hogy ez az egész egy szemeszedett hazugság. És ez nyilvánvaló azoknak, nagy rész valószínűleg nyilvánvaló azoknak, akik ezt az adást most nézitek. De megdöbbentő, hogy mennyire sokaknak sajnos nem nyilvánvaló. Tegnap este volt olyan barátnőm, akivel találkoztam a tüntetésen, és ő konkrétan szintén azt mondta nekem, hogy volt olyan munkatársa, akit úgy kellett meggyőzni arról, hogy ne féljen, nem fog lángokba állni a város, és nem képzetlen emberekről beszélünk, akik ne találkoztak volna már a hírhamisítás eszközeivel, találkoztak már vele, és mégis ezt voltak képesek hinni. Ugyanígy volt azt hiszem talán az Indexnek olyan videója, amivel láthattátok, két rendkívül szimpatikus fiatal hölgy beszélgetett arról, hogy beszélt arról a riporternek, hogy vacilláltak, hogy eljönnek-e tüntetni, azért, mert féltek attól, hogy mi lesz, hogyha esetleg tényleg a tüntetők egy része, akikről olvashattak, hogy ilyesmire készülnek, lángba borítja a várost. Az, hogy én egy erőszakmentes aktivista vagyok, és az erőszakmentesség eszmerendszerében hiszek, és a politikai cselekedeteimet mindig is ennek megfelelően hajtom végre, ez keveset nyom latba akkor, amikor több milliós elérésű oldalakon, több milliós elérésű csatornákon, főműsoridőben az én arcommal azt sugározzák, hogy szombat este lángolni fog a város, mert én arra készülök. És én ezt elmondhatom itt nektek, és elmondhatom én nagyon sok más felületen, amelyhez hozzá tudok jutni. Ez töredéke annak, amire szükségünk lenne ahhoz, hogy a polgártársainkhoz el tudjon jutni az üzenet. Nem kell félniük tőlem, nem kell félniük a tegnapi tömegtől, nem kell félniük azoktól, akik politikai véleménykülönbségen vannak, mert azok az emberek, akik most csalódtak abban, hogy milyen eredményen zárult az április 8-i választás, azok az emberek alapvetően és döntően erőszakmentesek, és semmi más nem akartak, mint kifejezni az elégedetlenséget, kifejezni a félelmüket azzal kapcsolatban, hogy az a kormányzás, ami eddig sem hajtott túl sok hasznot ennek az országnak, az én megítélésük szerint, az most ugyanígy fog folytatódni, ahogy eddig zajlott. És láthatóan ezt erőszakmentesen tudták megtenni, békésen tették meg. Erre az Origo annyit tudott kitalálni, hogy beleírta a cikkbe, hogy én végül becsicskultam, és ezért nem hívtam be végül a hamburgi tüntetőket, nem jöttek a bér felforgatók. Ami nyilván nevetséges és egészen elképesztő, de ettől még ott marad az emberek fülében, hogy volt erről egy hír egyszerű, hogy valami gulyás, valami ellenzékinek, egyébként is ezek az ellenzékiek, ezek így gyújtogatósak. Úgyhogy nem véletlen, és nem véletlen, hogy ezt a videót csinálom, ugyanis ilyen komoly veszély van annak, hogy ezeket a híreket nem kezeljük elő felelősséggel. Most azért mosolyodtam el, mert közben az élő adásban vesétált a Közös Ország Mozgalom egy kisebb csapata. De befejezem ezt az adást nektek ettől még. Szóval, hogy mondom, hiába tudjuk mi, hiába tudom én, hiába tudjátok ti, és tudják mi valószínűleg nagyon sokan azt, hogy ez egy álhír, és egy mocskos, lejárató, aljas álhír,
aminek nem is az én személyre gyakorolt hatása a legfontosabb, hanem az arra gyakorolt hatása, hogy embereket elidegeníthet és elijeszthet attól, hogy részt vegyek egy politikai demonstráción, ez a legfontosabb, illetve az a legfontosabb, hogy emiatt embereknek magyarázkodniuk kell már eleve, amikor elmennek egy ellenzéki demonstrációra, hogy ugyan mire készülhetnek vajon ezek, hiszen ez a gyújtogatósok hírében álló ellenzéki demonstráció. Nagyon fontos, hogy holnap, amikor elmentek a munkahelyetekre, hogy találkoztok a családtagjaitokkal, egyrészt mondjátok el neki, hogy ezek álhírek, és kérdezzétek meg tőlük, hogy hány gyújtogatásról hallottok a fővárosban a tegnapi nap folyamán. Hányról? És nagy valószínűség az lesz a válasz, hogy nulláról, mert nem volt semmifajta gyújtogatás, nem volt semmifajta rendbontás, még egy kukát sem löktek fel az emberek, sem szándékosan, sem véletlenül, nem égettek autókat, és így tovább. Tehát ez egy határozottan békés és erőszakmentes demonstráció volt, ugyanilyen lesz a jövő szombat is. Mert ezek az emberek, akik ezeken a demonstrációkon részt vesznek, ők nem rendetlenséget akarnak, ők nem elégtételt akarnak venni szemben a miniszterelnök úrral, aki ugye ezt megkérdezte március 15-én, hanem azt szeretnék, hogyha szabadon elmondhatnák az ellen véleményüket, és legalább ennyit meghagyna nekik a hatalom, ha már arra nincsen lehetőség, hogy a politikai véleményüket valaki képviselje, úgy pártként, mint egyébként az országgyűlésben képviselőként, sajnos. Erről is meg fogunk beszélni, de ez most nem a mostani videómnak a témája. De a lényeg az, hogy most legyen ez a feladat mindenki számára. Ha találkoztok olyan emberrel, aki félt attól, hogy mi fog történni szombaton, vegyétek végig rajta bele a történéseket. Meghirdette az Origo, hogy itt lesz támadás? Meghirdette. Szombaton volt bármilyen támadás? Nem volt semmilyen támadás. Akár mutassátok meg neki ezt a videót, vagy egy másik videót, amivel szintén erről beszéltem. Nagyon fontos, hogy azt a média fölényt, amivel a kormányzat rendelkezik, csak úgy tudjuk ellensúlyozni, ha személyesen elvégezzük azt az apró munkát, amivel megszólítjuk azokat az embereket, akiket tudatosan informálnak félre, és akik sajnálatos módon nem rendelkeznek olyan tudással és olyan reflexekkel, hogy meg tudják védeni magukat a dezinformációtól, és jelenleg még mi sem tartunk ott, hogy ezt megtegyük nekik. Éppen ezért kell lépésről lépésre, akár csak egy-egy ember erejéig, de élünk azzal a lehetőséggel, hogy beszélünk hozzájuk, és elmondjuk nekik, hogy az, ami ezekről az oldalakról árad feléjük, az nem más, mint dezinformáció, nem más, mint lejáratás, nem más, mint a legolcsóbb és legócskább hangulatkeltés. Gyakorlatilag rémhír terjesztés 0-24 órában közpénzből. Úgyhogy ezt kell megmutatnunk minél több polgártársunknak, ezt kell elmondanunk minél több polgártársunknak, miközben én most felszállok a trollira, bemutatom a bérletemet. Szóval ez a lényeg, és ez a tanulsága ennek a mostani videónak, és ez a tanulsága egyébként magának a tegnapi demonstrációnak. Úgyhogy jövő szombati demonstrációra így készüljünk föl. Nem lesz gyújtogatás, mert nincsen okunk gyújtogatni, nem vagyunk erőszakosak, békét szeretnénk, és pont azt szeretnénk, hogyha nem ilyen lejárató híreknek kellene, nem ilyen lejárató hírekkel kellene foglalkoznunk. Úgyhogy terjesszétek ezt a hírt, juttassátok el minél többekhez, hamarosan jelentkezem még, ciao.